Tiszteletem a nézőimnek, ez itt egy műszer, mondhatnám úgy is, hogy ez a főbűnös műszer. Meg is mondom miért. Azelőtt, régebben nagyon sok mindent az ember szétszedett. Egy az, hogy gyűjtsi az alkatiszt gyufás dobozokba, bombonos dobozokba, esetleg linzenes dobozokba, hogy csak legyen alkatiszt, hogy majd egyszer jó lesz valamire. Na, ezt a műszerről is ugyanúgy akkoriban, régen, 15 éve lehet biztos, nekiálltam, hogy szétszedem. És amikor megláttam a belsejét, úgy döntöttem, hogy ez megmenekül. Ugye látva ezt az építést, ezt a sok foglyukra, hogy kézi munka, emberi munka, ami ebben van, ebben a készülékben, mert igazából nagy részt ez mind kézi munka, mind emberek dolgoztak, és látván ezt a precizitást, elrendezést, úgy döntöttem, hogy nem szedem szét, megtartom. Mind a mai napig megvan. A lényegében azért neveztem főbűnösnek, mert innentől kezdve elkezdtem gyűjteni a műszereket is. És most már elég sok műszerem van, és eléggé jól hajlok a régi elektroncsöves műszerek gyűjtéséhez, de igazából ha olyan, jöhet bármi. Szedtem szét ellenállás, vagy ilyen dekád műszert is, azt is bánom, hogy szétszedtem. Végülis a forgó kapcsoló részei megvannak, a doboza az, ami nincs meg. Egyelőre ennyit a műszer gyűjtésről.